Keszthelyt elkerülte a hajnalban a komolyabb vihar. Csütörtök délig mindössze egy keszthelyi és egy hévízi vonulása volt a helyi tűzoltóknak. A Vaszari Koros utcában két parkoló autóra esett egy letört fa ága. A járművekben nem volt senki, személyi sérülés nem történt. A tűzoltók eltávolították a faágat. A térségben hasonló, kisebb károkról érkezett jelzés a védelemhez. A Nyugat-Balatonnál 80 km per órás széllökést is regisztráltak. Éjszaka rövid idő alatt mintegy 20 mm csapadék hullott. A város mélyebben fekvő területein megteltek a csapadékvíz elvezető rendszerek. A katasztrófavédelem azt tanácsolja, hogy figyeljük az előrejelzéseket. Ha erős szél válható, zárjuk be a felügyelet nélküli helyiségek nyílászáróit, és rögzítsük az erkélyen, kertben található tárgyakat. Az áradások elkerülése érdekében pedig tartsuk tisztán az ingatlanunk előtti vízelvezető árkokat. Arra kérnek mindenkit, töltsék le a katasztrófavédelem ingyenes applikációját, a vészt. Itt ugyanis folyamatosan elérhetőek a legfrissebb időjárási előrejelzések, riasztások. Baj esetén pedig a 112-es segélyhívó számon kérhetik a tűzoltók segítségét.